egy ismerős arc tért vissza a DVTK jeges medvékhez. Marcel Rodman távozását követően Glenn Hanlon vette át a stafétabotot a maciknál. A játékosként NHL-es karriert is befutó szakember már a tavalyi szezonban is irányította a macikat, ám családi okok miatt távozott. Akkor már majdnem 3 év telt el úgy, hogy alig láttam a fiamat. És azzal, hogy ő készült az utolsó középiskolás évére, úgy éreztem, hogy ott kell lennem vele a nyári szünetben és a suli kezdésnél. De természetesen emellett dolgozni is szerettem. Szerencsére a visszaéleszkedés zökkenőmentes volt számára. Ez olyan, mintha ismerné az ember a várost, tudja, hol vásároljon élelmiszert, hol vannak a kedvenc helyei. Mintha otthon érezné magát az ember, nem kellett újra egy tanulási fázison átesni, amikor megérkeztem. A visszatérés nekem sokkal egyszerűbb volt, mint hogy elmenjek edzősködni egy másik városba, egy másik országban. Amíg a szakvezető családjával töltötte az időt, addig sem unatkozott, próbált újítani taktikai repertoárján. Kihasználtam azt az időt, amíg távol voltam a tavalyi szezont követően. Amikor a jégkorong szezon újra kezdődött, felhívtam néhány barátomat, akik különböző bajnokságokban dolgoztak, megnéztem pár meccset más országokból. Sok megfigyelést végeztem és jegyzeteket is készítettem. Bármit csinálhatunk, bármiben hiszek, nálam a legjobban védekező csapat nyer. A történelem is igazolja, hogy még a leggólerősebb csapatnak is kell, hogy legyen egy jó védősora. Az én esetemben a védekezés az, hogy minél hamarabb vissza kell szerezni a korongot. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig visszafelé kell korcsolyázni és elfoglalni a helyedet állandóan. Glenn Hanlon azonban nem volt könnyű helyzetben, amikor átvette a macikat. Sok volt a sérült, és a csapat nem volt jó szériában. Legfőképpen a fejekben kellett rendet raknia. Amikor változtatásokat eszközlünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy a te módszered jobb, mint az előző edzőjé. A jégkorongnak nincs jól vagy rosszul kivitelezett változata. Ez az én filozófiám, és azt szeretném, ha ez lenne a DVTK filozófiája is. És ezt a játékosoknak is el kell fogadniuk. Nagyjából ezt mondtam el a srácoknak. 100%-osan nem tudjuk befolyásolni a győzelmeket és a vereségeket. Lehet, hogy van egy meccsen 50 lövésünk, de a kapus kivédi mindet, és kikapunk 1-0-ra. De be tudjuk folyásolni azt, hogy mit csinálunk a következő napon. Vajon jól edzünk, jól táplálkozunk, alszunk-e eleget? Vajon minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy megnyerjük azt a következő hoki meccset? Erről beszéltünk tavaly is, és idén is. Nagyon sokat kellett gondolkodnom és beszélnem a játékosokkal. Látnom kellett, hogy mennyire noszogassam őket, hogy adjanak ki magukból mindent. Ahogy mondtam, edzenek keményen, táplálkozzanak helyesen és tegyenek meg mindent, amit kell. Hagyni kell a játékosokat, hogy azt az intenzitást hozzák a jégre, ami szerintük megfelelő. És ezen tudok változtatni, ha kell. De természetesen a jeges medvék bajnoki célja a régió jegyzővel is változatlan. The commitment is there from everyone. Now it's up to us to do that. So a klub láthatóan elkötelezett. Már csak rajtunk, játékosokon és edzőkön múlik, hogy elérjük a kitűzött célokat. Ezt már olyan régóta csinálom, hogy a kamera előtt sosem mondtam, hogy ezt fogjuk csinálni, azt pedig nem. Viszont egy edzőnek megvan a felelőssége, hogy egyenesen válaszoljon egy kérdésre. Mi pedig úgy készülünk, hogy be akarunk jutni a rájátszásba. Jelenleg, ha a rájátszás egy 7-8 mérkőzés múlva kezdődne, akkor szerintem jó helyzetben vagyunk azt nézve, hogy a kezdetektől mennyi munkát végeztünk.